Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A papírsárkány. Bogyó, a csigafiú még aludt, amikor Babóca, a Katica kislány bekopogott az ablakán. Jó reggelt, Bogyó! Gyere, csináljunk papírsárkányt! Babóca megrajzolta, Bogyó pedig kivágta a papírsárkányt. Azután színes papírszalagokkal feldíszítették. Végül hosszú kötelet kötöttek a papírsárkányra. Próbáljuk ki, mondta Babóca. Kézen fogva elindultak, hogy megröptessék a sárkányt. De hiába dobták fel újra és újra, a papírsárkány mindig visszazuhant. Felmászom a fára, és megpróbálom onnan, hát ha felrepül, mondta Babóca, de a papírsárkány most is lezuhant a földre. Hirtelen feltámadt a szél. Nagy erővel magával sodorta a sárkányt, és vele együtt Babócát is. Bogyó! Segíts! Bogyó felmászott a fára, és elkapta Babóca lábát, de nem tudta visszahúzni a papírsárkányt, így már ketten repültek tovább. Arra repült Baltazár, a méhecske. Elkapta Bogyó lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt, így már hárman repültek tovább. Egy fenyőfa tetején üldögélt Döme, a krumpli bogár. Elkapta Baltazár lábát, így már négyen repültek tovább. Ugri, segíts! Kiabált le Baltazár az arra sétáló Szöcske kislánynak. Ugri elkapta Döme lábát, így már öten repültek tovább. A szél egyre erősebben fújt. Arra szállt Pihe, a Lepke kislány. Elkapta Ugri lábát, így már hatan repültek tovább. Vendel, a szarvasbogár, és Szellő, a szitakötő, ilyetten néztek utánuk. Jaj, az erdő felé fújja a sárkányt a szél. A papírsárkány belegabolyodott egy fenyőfa csúcsába, ők pedig mindnyájan a fák tetejére estek. Aztán elállt a szélvihar, és kisütött a nap. Bogyó aggódva nézett a Katicára. Babóca, én nem tudok repülni, hogy jutok le innen? Ne aggódj, Bogyó, majd csak kitalálunk valamit. Már ki is találtuk, kiáltott Vendel. Gyere, Bogyó, ugorj bele a ponyvába! Ne félj, nem ütöd meg magad! Amint Bogyó belehuppant a ponyvába, rögtön vissza is pattant, és újra a magasba repült. Nézzétek, ez nagyon jó! Próbáljuk ki mi is, kiáltották a többiek. Késő estig ugrándoztak fel-le a ponyván. Éjjel, amikor az erdő lakói már mind aludtak, a szél újra feltámadt, és elvitte magával a papírsárkányt. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Az elveszett mogyoró. Ha-ho, Bogyó, siess már, szaladjunk Regőhöz,
köszönjünk el tőle, mielőtt téli álomra hagyja a fejét, mondta Babóca a Katica lány. Bogyó fejére húzta sapkáját, sálat kesztyűt vett, és a két barát elindult mókusregő odúja felé. A mókus fent üldögélt odúja előtt a faágon. El akartunk köszönni, mielőtt bebújsz az odúdba télire, kiáltott Babóca. Gyertek, igyunk egy búcsúszörpöt, és rákcsáljunk hozzá egy kis mogyorót, kínálta Regő a barátait. Nézzétek, mennyi finom csemegét gyűjtöttem össze télire, tele az éléskamra. De jaj, az éléskamra teljesen üres volt. Segítség! Hová tűnt a sok mogyoró, dió? Hol vannak a tobozok, makkok, mazsolák? Nézzétek, azt hiszem itt gurultak ki a mogyorók, mutatott Bogyó egy kis lyukra az éléskamra sarkában. Valaki megrágcsálta a fatörzset, kiáltott Babóca. És azt is tudom, ki volt az, tette hozzá a csiga fiú. Egyet se fél, Regő, most rögtön előkerítjük a bajkeverőket, és megkeressük az elgurult mogyorókat. És a diókat, tobozokat és makkokat, mérgelődött tovább a mókus. A két barát már indult is a nagy rétre. A rét felől hangos nevetés hallatszott. Na tessék, ők azok! Naphosszat rosszalkodnak, mindig baj van velük, zsörtölődött Babóca. Biztosan most is valami rosszaságon törik a fejüket, helyeselt Bogyó. Valaki megrágcsálta mókus regő fatörzsét, épp ott, ahol az éléskamrája van, mind elgurult az összegyűjtött mogyoró. Nem ti voltatok? Kérdezte Bogyó. Jaj, nem akartunk rosszat. Mi csak rágtunk, és nem tudtuk, hogy épp ott van az éléskamra. Magyarázkodott a legkisebb szúbogár. Tudunk valahogy segíteni? Gyertek, meg kell keresnünk az elgurult mogyorókat. Nincs sok időnk, nem sokára leesik a hó, és akkor biztosan nem találjuk meg a csemegéket. Siessünk! Alaposan megvizsgálták együtt a fatörzset. A mogyorók itt gurultak ki, lepotyogtak a földre, és egyenesen végig gurultak a dombon, magyarázta Babóca. A domb aljában a cimborák rá is találtak az elgurult finomságokra. Hurrá! Újjongott Regő. Akkor most kérlek, hozzatok vissza minden falatot az ódumba, én addig bedeszkázom a lyukat, mondta Regő a szúbogaraknak, és munkához látott. A mogyorókat, diókat, makkokat egyesével cipelték fel mókus regő odujába. Bogyó és Babóca is segítettek. De hiába iparkodtak, vége felé közeledett a nap, és még hatalmas kupac várakozott a domb alján. Sosem végzünk! Sóhajtott az egyik szúbogár. Jó volna egy kis segítség! Tette hozzá a másik. Bogyó egyszer csak felpattant, és szó nélkül elszaladt. Amikor visszatért, magával hozta a trombitáját. Belefújt a trombitába, de olyan hangosan, hogy azt az erdő minden lakója hallotta. Csak hamar összegyűlt az erdő apraja és nagyja. Babóca felmászott egy nagy kőre, és elmesélte, mi történt mókus regő összegyűjtött mogyorójával. Mind elgurult! Vissza kell vinnünk regő odójába. Ha mindenki segít, estig készen leszünk. Rajta! Mondta Bogyó, és felvett egy szem mogyorót a kupacból. A mogyorót Babócának adta, ő a szúbogaraknak, a szúbogár a méhecskének, a méhecske a szitakötőnek, és így tovább kézről kézre. Mire megjelent az égen a hold, a domb aljáról minden mogyoró, mak, dió és gesztenye visszavándorolt mókus regő éléskamrájába. Regő boldogan tette a helyére az utolsó szemgesztenyét. Köszönöm, újra teli az éléskamrám, mondta. De jó, hogy ilyen sok barátom van. Hamarosan lehullik a hó. Ideje, hogy visszavonuljak az odumba télire. Tavasszal találkozunk, mondta a mókus. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Kavicsok. Egy nyári délutánon Babóca elhatározta, hogy szamócás lepényt fog sütni. Megkérte Vendelt, a szarvasbogarat, és Baltazárt, a méhecskét, hogy hozzanak az erdőből friss szamócát. A két fiú elindult. Baltazár hamarosan észrevett az út közepén egy kavicsot, és rugdalni kezdte maga előtt.
De a kavics megtetszett Wendelnek is, és elcselezte Baltazár elől. Nem ér, Wendel, az az én kavicsom, én rúgom tovább. Nem, ez már az én kavicsom, keresd másikat, ezt én rúgdalom tovább. Én találtam, az enyém, méltatlankodott Baltazár. Rengeteg kavics van, keresd másikat. Zárta le a vitát Wendel, de Baltazár nem hagyta magát. A két fiú addig lögtöste egymást, míg végül mindketten elbotlottak és legurultak a meredek domboldalon. Egyenesen belebukfenceztek a domb alján csörgedező patakba. A hangzavarra előbújt patakparti házából Alfonz a tücsök. Jaj, mi történt? Kérdezte riadtan. Wendel a hibás, elvette a kavicsomat. Még hogy a te kavicsod, azé, aki ügyesebb. Elég legyen, vágott közbe Alfonz. Először is gyertek be a házamba, szárítkozzatok meg, azután elmesélhetitek, mind vesztetek ennyire össze. A két fiú mérgelődve lépett be a tücsök házába. Kiteregették a napra a vizes ruhákat, és törülközőbe csavarva várták, hogy megszáradjanak. Közben Alfonz limonádét és kekszet tett az asztalra. A napsugár gyorsan megszárította a ruhákat. Wendel és Baltazár duzzogva majszolták a kekszet, és egymás szavába vágva elmesélték Alfonznak, hogyan gurultak le a domboldalon. Nekem egy egész gyűjteményem van belőlük. Kavics gyűjtemény? Megmutatod? Lelkendezett Baltazár. Persze, gyertek be! Büszkélkedett Alfonz, és egy nagy doboz tett az asztalra. Hol szedted ezeket a szép kavicsokat? Itt a közelben a patakparton. Ti is szedhettek. Hurrá! Teleszedték a kosaraikat kavicsokkal. Sokáig válogattak, gyűjtögettek, egészen addig, míg sötétedni kezdett. A szarvasbogár és a méhecske elköszöntek a tücsöktől, és elindultak felfelé a dombon. Hamarosan elhaladtak Babóca háza előtt. A Katica lány mérgesen kiáltott ki pöttyös háza ablakából. Hát a Szamóca hol van? Hűha, a Szamóca, elfelejtettük a Szamócát. Nézd csak, Babóca, milyen szép kavicsokat szedtünk Alfonzzal. Mit kezdjek ezekkel? Süssek kavicsos lepényt? Én Szamócát kértem. Elfelejtettük, vallotta be Wendel, és töviről hegyire elmesélt mindent a Katica lánynak. Hát, akkor hadd lássam legalább azokat a szép köveket, ha már Szamócát nem hoztatok. Rajzolni kellene a kavicsokra valamit. Ez olyan, mint egy házikó. Erre pedig egy mosolygós fejet rajzolnék. Ez nagyon jó ötlet. Holnap hívjuk el a többieket is, és díszítsük fel a kavicsokat. Rendben! Másnap eljött Babócához Bogyó, a csigafiú, Pihe a lepkelány, Szellő a szitakötő, Ugri a szöcske, Döme a krumplibogár, és Gömbi a virágbogár. Wendel és Baltazár nem jön? Kérdezte csalódottan Bogyó. De igen, itt vagyunk! Kiáltott a szarvasbogár és a méhecske, és büszkén átnyújtottak egy szamócákkal teli kosarat Babócának. Köszönöm! Mondta a Katica lány, és ami kikeverte a süteményt, a többiek munkához láttak. Amikor készen lettek, meghívták Alfonzot, hogy nézze meg a kiállítást. Na hát, gyönyörű! Holnap elhozom a saját köveimet is, azokat is kifesthetjük, mondta vidáman a tücsök. Közben megsült a szamócás lepény, mind asztalhoz ültek, és megették az utolsó morzsáit. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Tündérkártya. Ennek a lepkelánynak volt egy kedvenc kártyajátéka. 16 lapból állt, minden lapon szebbnél szebb tündérek pompáztak. Sárga, sötétkék, rózsaszín, zöld, narancssárga, piros, lila és világos kék színű ruhában. Minden lapból volt két ugyanolyan. A lányok sokat játszottak a tündéres memória kártyával. Egy napon Wendel a szarvasbogár otromba cselt eszelt ki. Össze kéne firkálni a kártyákat, gondolta magában komiszul, de nem merte megtenni.
Ezért inkább rávette Baltazárt, hogy csúfítsa el a kártyát. Baltazár, figyelj, milyen jó vicc volna telefirkálni pihe tündér kártyáit. A méhecske cinkosan kuncogott, és neki látott, hogy sötétzöld filctollával kipingálja a képeket. Bajszot, ördögszarvat, vasvillát és ördögfarkincát rajzolt a képekre. Amikor délután a lepkelány meglátta kedvenc kártyáját, rémülten kiáltott fel. Mi történt a kártyámmal? Kérdezte kétségbe esetten. Pihe keservesen sírni kezdett. No hát, milyen gonosz dolog! Ki tehette ezt? Kérdezte méltatlankodva Babóca. A társaság némán állt Pihe körül, de senki sem válaszolt. Én tudom, ki tette. Sötétzöld filctolla csak Baltazárnak van, szólt mérgesen Szellő. Látom is a zöld foltot a kezeden, mondta a méhecskének. Baltazár, te voltál? Kérdezte dühösen Bogyó. Az nem is úgy volt! Hát, hogy volt? Vendel a hibás, az ő ötlete volt. De nem én firkáltam össze a lapokat. Pihe csak zokogott és befúrta magát Mókus Regő ölelésébe. Az is hibás, aki kitalálta, és az is, aki megtette, mondta szigorúan Mókus Regő. Mindketten hibásak vagytok. Fiúk, ez buta vicc volt. Olyan, mintha mi kipukkasztanánk a focilabdátokat, tette hozzá halkan Szellő. Ti is szomorúak lennétek. Igazatok van, ismerte be Vendel. Figyelj, Pihe, elvisszük a kártyákat, és megpróbáljuk eltüntetni róla a firkákat, jó? Jó, szipogta a lepkelány. Vendel és Baltazár hazakullogott, és nyomban nekiláttak, hogy helyrehozzák az elcsúfított kártyalapokat. De minél jobban igyekeztek, annál nagyobb lett a baj. A radír felsértette a papírt, és a lapok kiukadtak. Bogyó, segíts! Nem sikerült eltüntetni a firkákat. Nézd már, ki is lyukadt a közepe a sok radírozástól. Persze, a filctollat nem lehet kiradírozni. Gyertek, kérjünk tanácsot Babócától. Babóca, segíts! Nem tudjuk errehozni a tündérkártyát. Nem segítek! Ti ötletetek volt, nektek kell kijavítani. Ne legyél igazságtalan, inkább segíts, mert Vendel és Baltazár szeretnék jóvá tenni a bajt. Jól van, gyertek be, szólt Babóca, és a három fiú leült az asztalhoz. Ezt sajnos nem lehet megmenteni. A fiúk szótlanul lógatták az orrukat. Mást kell kitalálnunk, már tudom is, hogy mit. Készítsünk új kártyát. Babóca fehér kartonpapírokat tett az asztalra, és elővette a filctollait. A fiúk kivágták a lapokat, Babóca pedig megpróbálta lemásolni a tündéreket. Baltazár és Vendel óvatosan, nagy gonddal kiszínezte a rajzokat. Mind a 8 tündér elkészült, és persze mindből 2. Nagyon szépen rajzolsz, Babóca! Tessék, adjátok oda Pihének, és kérjetek bocsánatot! Ha-ho, Pihe! Nézd, készítettünk neked egy új kártyát! Babóca rajzolta, és mi színeztük. Ne haragudj ránk, Pihe! Pihe végiglapozta a kártyákat, és mosolygott. Köszönöm, mondta, és bejjebb tessékelte a fiúkat a házba. Hamarosan megérkezett Bogyó, Babóca és Szellő is. Késő estig együtt kártyáztak az új paklival. Nyoma sem volt már a rossz kedvnek. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A holdbogár. A holdbogár egy holdalakú házikóban lakott. Holdalakú csáp ingott a fején, és holdalakúak voltak a szárnyai. De nem tudott repülni, ahhoz túl vékony kis szárnyak voltak. Szívesen üldögélt a fűben, és a felhők formáját figyelte. A lábai is gyengék voltak, így nem csak repülni, hanem járni sem tudott. De Pókocska mindenben segített neki. A holdbogár beleült a holdalakú gurulós fotelbe, és rövid sétákat tettek együtt. Ha a holdbogár éhes volt, Pókocska odatolta őt az asztalhoz. Éjjelenként pedig megigazította rajta a takarót. Pókocska sosem hagyta magára a holdbogarat, mindig tudta, mikor, miben van szükség segítségre, és azt is tudta, hogy mikor nincs.
Hosszabb utakra azonban a holdfotel már nem volt alkalmas. Nagyobb utakra a holdbogár mindig régi barátja, a százlábú segítségét kérte. Így mentek gombászni az erdőbe, így mentek el gyakran a bábszínházba is. És így mentek szamócát szedni nyár elején. A százlábú örömmel vitte a hátán a holdbogarat. De egy nyári napon a százlábú levelet kapott. Ide nézz, mondta izgatottan a holdbogárnak. Ez Mókus Regőtől jött. Arra kér, hogy látogassam meg. Holnap indulok is. És velem mi lesz? Kérdezte szomorúan a holdbogár. Hogyan megyek el holnap Alfonz hegedű koncertjére? Várj, kitalálunk valamit, dünnyögte a százlábú. Bár csak önállóan segítség nélkül is el tudnék menni a koncertre, sóhajtott a holdbogár. Tudom már, mi volna jó, ha lenne egy olyan széked, amit te magad tudsz hajtani. Egy guruló szék. Egy kerekes szék, ismételgette a holdbogár. Igen, az jó volna. A százlábú ceruzát ragadott, és nyomban tervezgetni kezdte a szerkezetet. Amint a terv elkészült, átmentek együtt Döméhez. A krumpli bogár nagyon ügyesen barkácsolt, bármit el tudott készíteni. Döme tanulmányozta a rajzot, és már is munkához látott. Hozta a szerszámait, alkatrészeit, fúrt, faragott, kalapált. Délutánra el is készült a székecske. Ülj bele, próbáld ki, mondta Döme, és belesegítette a székbe a holdbogarat. Most próbáld meg hajtani, biztatta a százlábú. A holdbogár óvatosan megtekerte a kerékre rögzített karikát, és a szék elindult. Hurrá! Ujjongott Döme. Nekem ez lesz a lábam, sugta egészen halkan a holdbogár, és mosolygott. A napsugár pedig szelíden megsimogatta a gyenge lábacskákat. Egészen estig gyakoroltak. A holdbogár lassacskán megtanulta irányítani, gyorsítani, lassítani és megállítani a széket. Másnap a holdbogár önállóan egyedül indult el a tücsök koncertjére. Vigyázz magadra! Kiáltott utána aggódva a pókocska. A többiek meglepődve szaladtak a holdbogár elé. No hát, egyedül jöttél? Kérdezte Bogyó, és kíváncsian csodálta a széket. Igen, teljesen egyedül, vágta rá büszkén a holdbogár, és mindent elmesélt az új szerkezetről. Hamarosan elkezdődött Alfonz koncertje. Sokan eljöttek, hogy meghallgassák. A koncert után Bogyó és Babóca hazakísérte a holdbogarat. A pókocska már az ablakban üldögélt, és izgatottan várta a barátját.